Szép jó reggelt mindenkinek a hajnali órákban, mi nagyon vidámak vagyunk, remélem ti is. Indulunk ki a mai banki konferenciára, ahol a fáklyát készül átadni, és beszerettünk volna még jelentkezni előtte, nem biztos, hogy kin lesz ma térerőnk. Ez a mobilnet, ez úgy néz ki, hogy lejárt. Túl sokat élőztünk, viszont meg szerettük volna veletek osztani itt az elvonuló központban, hogyan az élet elkezdődik, és indul mindenki kifelé a konferenciára, csak hogy legyen ebbe is részetek. És egy kis reggeli életképet mutatunk be az ablakomból, a Lagos Ibadan Expressway-ről egy ilyen kétszer kétsávos, de tegnap közlekedett. Kétszer több sávos. Itt van a menedzsere az elvonulóhelynek, segítik az elindulást ma reggel, tényleg, hogy legyen részetek benne. És ott lehet kint látni a napfelkeltét, itt is ugyanannyi az idő, mint otthon, 7 óra előtt vagyunk, az emberek tömegekbe hömpölyögnek most a helyszín felé. Lehet látni az autókat, innen azon az úton több száz méter még odaérnek a helyszínre, de már itt már megy a parkolás. Reggel lehetett innen az ablakból hallani, ahogy itt az elvonuló központba dicsőítették az urat. Hajnalban 6 óra körültől a testvérek. Holnap reggel igyekszünk mi is lemenni közéjük, hogy abból is kapjatok egy kis ízelítőt. Sziasztok, további áldott napot, legyetek ti is, járjatok ti is tűzbe.